és Vadon Janival. Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Egy négy gyermekes anyuka egy érdekes kísérletet végzett, és már most mondjuk, hogy mindenki, aki vagy babysitterkedett valamikor, vagy éppen óperként, vagy babysitterként dolgozik Londonban, és esetleg online hallgat minket, vagy Magyarországon babysitterkedik, az ragadjon telefont és írjon nekünk, mert érdekes témával foglalkozunk. Szóval ez a négy gyermekes anyuka vette a bátorságot, és megkérdezte az eddig neki dolgozó babysittereket, hogy mit gondolnak róla. És egy magyar fiú akasztotta ki a legjobban, aki szintén a többi babysitterhez hasonlóan elmondta, hogy mit is gondol az angol családnál töltött időkről. És egy olyan témával foglalkozunk majd, amikor is arra kérjük babysittereket, vagy egykori babysittereket, hogy írják meg nekünk, hogy milyen furcsa dolgokat tapasztaltak egy-egy családnál. Ezek lehetnek kanadai családok, angol családok, magyar családok, vagy éppen olyan babysitterek, vagy óperek, akik hazajöttek, és hát igen, csak furcsa dolgokkal találkozhattak Angliában, vagy az Egyesült Államokban, Olaszországban, vagy bárhol, ahol dolgoztak. És az anyuka közé tette ezt a listát egyébként, ahol a babysitterek hát panaszkodhatnak rá, hogy ő hogy viselkedett. És egészen megdöbbentő dolgokat írnak egyébként ezek a babysitterek, mert hogy az anyuka könyörtelenül bánt velük, közben a gyerekeknek mindent megengedett, és eközben a babysitterek rengeteg mindenért voltak számon kérve. Tehát egy-két dolog csak a listáról, hogy mit is írtak ezek a babysitterek. Minden nap végtelen mennyiségű házi munka a gyerek felvigyázás mellett. Ez egyébként nem baj még szerintem, hogy az ópereknek például, akik ugye együtt élnek a családokkal, azoknak házi munkát kell végezni. De ő nem azért jött oda, bocsánat, hogy így pontonként akarom cáfolni, de őt te nem azért veszed fel, hogy a gyerekeiddel foglalkozzon? Hát ez attól függ, hogy óper, attól függ, hogy babysitter, attól függ, hogy mi a feladat. Az óper az több? Én nem tudom, mert nálunk nem, az mi a tehén mellé tettük le a gyereket, azt elnyalogatta, tehát nálunk ez volt az óper, jelentsen az bármit. Hát azt mondtad neked is, hogy mindig neked is öcsi a kandisznó volt a legjobb barát. Hogyne, te, és nagyon jó megértettük egymást. Onnantól aztán levágták, és egy évig sírtál. A barátom, apu, a barátom. Nem, az óper, az kicsit más, mint a babysitter, az óper az, aki ott él a családdal, kvázi tulajdonképpen családtag, tehát jön, megy, és akkor a gyerekvigyázás mellett egy csomó mindent rábíznak. Még vásárol, ezt csinálja, azt csinálja, egy ilyen intéző családtag jellegű dolog. A babysitter az lehet, hogy csak azért megy oda, hogy csak a gyerekekre vigyázzon. Ez megegyezés kérdése nyilván, hogy ki mit vállal. Jó, be. Tehát házi munka, és ezt nem szerették az óperek. Egyedül hagyta a 3 hónapos és a 2 éves gyerekét, majd elment a férjével síelni. Na, ez kemény, gyerekek. Az durva. Ez kemény. Az durva. Egy 3 hónapos és egy 2 éves gyereket ott hagytak, és elmentek 10 napra síelni. Se egy óper, se egy babysitter nem tudja pótolni a szülőket, főleg ilyen pici gyerekeknél. Hát ilyen nincs. Ennek nem szabadna megtörténnie. A gyerek ezt mindenképpen megsínyli. Azt mondja, hogy olyanokra is emlékeztette a babysittert, hogy tegye vissza a filctól a kupakját, mert különben kiszáradnak, közben a gyerekek mesztelenül rohangáltak kint az utcán. Az első felével maximálisan egyetért. Ugye? Hát a drága filc ne száradjon ki. Ha jó idő volt, akkor meg miért ne rohangálhattak volna mesztelenül? Mi, akkor kiköldöd az ópert, hogy mennyire rohangáljál te is mesztelenül, vagy mi? Mi nem fura, hogy a gyerekek az utcán mesztelenül rohangálnak? Szerintem nem. Nem tudom, ti hogy nevelitek a gyereket, mi nálunk az utcán nem rohangálnak mesztelenül a gyerekek. Nem? Egy 3 éves az utcán. Ja, az utcán. Igen, nálatok leküldöd őket a térre mesztelenül? Vagy nálunk az nem fura, nincs kerítés vidéken, tudod? Hogy nálatok nagy szabadság van és liberális gondolkodás, de mesztelenül rohangál a gyerek az utcán, picit fura. Hát ki hogy neveli a gyereket? Igen, nincs ezzel baj. Mi nem engedjük a bennit mesztelenül. Ok nélkül féltékenykedett egy nagyon csinos babysitterrel, aki azelőtt nem mellesleg egy amszterdami éjszakai klubban volt táncos. Végül hangosan megfogadta az anyuka, hogy sose fog magánál csinosabb nőt alkalmazni. Ezt mondjuk aláírjuk, apu nem mozduljon rá babysitterre, nem? De hogy képzeli ezt? Igen. Nehogy más szempont legyen. Micsoda, hogy előtte rúgtáncos nő volt. Igen, próbálok meg picit az apuka szempontjából érvelni, illetve támogatni, illetve nem támogatni ezt az ötletet. Miért? Jó, ez érthető, hogy egy nő ne vegyen föl egy nála fiatalabb, jobban kinéző babysittert, abból apának előbb-utóbb baja lesz. Egyébként sok nő gondolkodik így. Ez megérthető, még valamennyire. Ezt figyeld. Következő babysitter azt írta. A gyerekek uraltak mindent, dobálták az almacsutkát és a cukorkás papírt. Az anyuka kisfia saját pisijével töltött vízipisztollyal köszöntötte a babysitter. Menő. Azért az elég komoly. Az elég komoly. Belefér tini az, barátaikkal, várja. Igen, tini barátaikkal egy jól sikerült buli után összehányták a kertet. Ezt írta az egyik babysitter, hogy neki ez volt a baja a gyerekekkel.
De mondjuk itt már tinikről volt szó. Van idősebb gyerek, meg van kisgyerek itt is. Egyébként... Azért, amikor mondja azt, hogy csokolom, én vagyok a babysitter, és arcol lőnek egy vízipisztolyjal, amit is hivatom. Igen, és utána pedig lehánynak. Azért szerintem az elég komoly, nem? Mondjuk ezekről a gyerekeknek szerintem már egy picit az is belejátszott a dolgokba, hogy a szülők már nem bírtak velük, és kicsit így átruházták ezeket a feladatköröket a babysitterre, avagy az óperre, mert ők már nem tudták kezelni a saját gyerekeiket. Mert azért ez a saját pisimmel, a vízipisztolyban kószálok az utolom, és mindenkit megtalálok vele, ez az a kategória. Aztán van még, a szoba, ahol a babysittert elszállásolták, kicsi volt és ablak nélküli, legyintett az anyuka, mondván, hogy az ideje nagy részét úgyse a szobában fogja tölteni. Hát most ne menjen be a szobában, így nem? Így is van, aludni. Amikor a gyerekek nagyobbak lettek, és nem attól kellett óvni őket, hogy üveggolyót dugjanak az orrukba, hanem hogy valami kemény drogot kipróbálnak, akkor kitalálta a család, hogy jól jön két dolgos kéz az istállótakarításnál, a sövénynyírásnál, a fűvágásnál, mert hogy nincs gond egyébként, ha a gyerekekre kell vigyázni, mellette az ember kertészkedik is. Tehát kiküldték őket házi munkára. Ez belefér? Belefér, nem? Hát, hogyha kemény fizikai munkáról van szó, már pedig az istálló takarítás az szerintem már az a kategória. Hát azért az már necces, mert nem ezért vették fel őket, hogy takarítsák az istállót. Miért? De lehet, hogy úgy volt a felvételi követelmény, hogy szeresse az állatokat, érted? Tehát, hogy szeresse a gyereket, meg a házi állatot. De hát a trágyájukat most... talicskázni is szeresse őket? Na, hát ez nem volt kérdés, de az hozzátartozik. Miért? Most neked is van kutyád, hozzátartozik, hogy elviszed sétálni, hogy összeszeded a kakit, hogy orvoshoz viszed, ugye? Hozzátartozik. Igen. Na, hát a tehénhez is hozzátartozik. Igen, csak erről nem szól a fával, hogy ez egy állami gazdaság volt, de 300 darab tehénnel, érted? Fura az, amikor babysitterként dolgoz, és egyszer csak istállóba takarítasz, tehát szerintem azért azt nehéz megemészteni. Etetétettel, gyereket ringattál? Na, jelentkezzenek a világ bármely pontján dolgozó babysitterek, akár olyanok is, az lenne a legjobb nekünk, aki most éppen valahol Angliában, Németországban, Olaszországban éppen dolgozik, vagy már beadta a gyerekeket a suliba, és tud beszélni. Nyilván ott a szülők úgyse hallgatnak minket, hiszen más nyelvet beszélnek, hogy milyen furcsa dolgokkal találkoztak már babysitterként. Mit kellett adni a gyereknek, milyen mesét kellett mondani, milyen elvárások voltak, mit akart a szülő, foglalkozott-e a saját gyerekével, vagy nem, ki kezdette a babysitterrel, vagy nem. Jó, azok, akik az ország bármely pontján, vagy a világ bármely pontján babysitterként dolgoznak. Jó? Miért nem látom én most a Skype-omat? Nincsen internetünk, Zsül, vagy mi van? Nem látok senkit. Van már hallgatónk? Még nincs, egy pillanatot várjál, mert onna tárcsáz nagy elállal. Na, tényleg már lesz hallgató? Gyerekek, kíváncsi vagyok egyébként. Főleg külföldi családoknál, gondolom, hogy magyar családoknál is történnek érdekes dolgok. Na, itt van valaki, Szandi, Ausztriából. Hello, Szandi, jó reggel. Igen, hello. Jó reggel. Hello. Te most is Ausztriában vagy éppen? Igen, én most is Ausztriában vagyok. Én már a babysitterkedésből eljöttem, én már saját lakáspérlek, meg minden. Ó, ilyen jól lehet keresni, hogy abból egy kicsit összegyűjtöttél, és már saját lakást bérelsz? Hát félretettem, aztán utána már találtam normális munkahelyet, igen. Meg elvette a gyerekek zseppénzét, biztos. Igen, összetört a malacot. Mennyi ideig babysitterkedtél? Én 9 hónapig voltam enni a családnál, mint ópermésen, utána pedig babysitterkedtem végig. Az óper és a babysitter között jól mondtam, hogy az a különbség, hogy az óper tulajdonképpen ott lakik, és egy ilyen negyedik családtag, vagy egy ilyen plusz családtag. Igen, tulajdonképpen. Ott lakunk. Igen, ott lakunk, de viszont ez megegyezés kérdése, hogy most állatok, meg házi munka, meg ilyenek. Ezek mindenképpen megegyezés kérdése, meg a fizetés kérdése is. Te hány gyerekre vigyáztál ott kint? Én 4 gyerekre vigyáztam. Egy volt 4 éves, 7 éves, 10 és 12. És hány tehénre? Tehén nem volt, viszont volt 2 macska, amit később az anyuka hozott haza. Mivel az anyuka, amikor én oda mentem, ő nem lakott otthon, ő lelépett. Ő azt mondta, hogy ő nem szeretne a gyerekekre vigyázni, ő neki már sok volt, meg minden, és csak az apukához járt haza, úgy néha-néha esténként. Tehát apa nevelte a gyerekeket, és anya néha beállított. Igen. Aha. Na mesélj, Szandi, milyenek voltak? Hogy... Után hazaköltözött, és akkor hozott 2 macskát, és azokra is etetni kellett, takarítani kellett minden. Nekem igazság szerint az volt a véleményem, hogy a gyerekek nagyon elevenek voltak, rosszak, minden rosszaságot csináltak, mivel anyuka elment, lelépett, apuka meghagyott mindent, ugyebár. És én amikor oda mentem, akkor úgy kezdtük a próbanapot, hogy a gyerek a szemembe szórta direktbe a homokot, meg... Ha játékos kis csecsemű, vagy kis gyerek. Hát végül is mondhatjuk azt is.
meg volt olyan, hogy kint voltunk a két kicsivel a játszótéren, a két nagy szólt nekünk, hogy mert ilyen 2 méterre volt a játszótér a háztól, hogy jaj, gyorsan gyertek haza, belépünk a házba, és akkor kicsi kinyitja az ajtót, és egyszer csak elé omlik egy csomó kavics, ilyen nagyobb kavicsok. Na most azokat a gyerekek felszerelték az ajtóra, hogyha bemegyünk, akkor a nyakunkba fújjon. Na de az egy ilyen hatalmas csomag kavics volt. És ráesett a gyerekekre? Aha. Hál' Istennek nem lépett be, csak kinyitotta az ajtót, de akár rá is eshetett volna. És amikor én édesapa, mit szólt ezekhez a csínyekhez? Na igen, amikor én ezt elmondtam, akkor azt mondták, hogy hát igazából jutalmazni kéne őket, és úgy nevelni, hogy jutalmazással. Hogy milyen kreatívok, hogy ezt a kis játékot kitalálták az 50 kiló sóderrel az ajtó fölött, ugye? Igen, végül is. Figyelj, közben madarak támadtak meg, vagy mi történt? Varjak vannak körülötted? Ja, nem, kint vagyok az utcán, megyek dolgozni. Ja, na és olyan volt, hogy kitaláltak valamit a gyerekek? Vagy sokan írják nekünk, közben látom az SMS-eket, hogy a gyerekek hazudtak bizonyos dolgokat. Tényleg a babysitterről? Igen, neked mit mondtak, vagy rólad mit mondtak? Azt is mondták, hogy megvertem őket, azt is mondták, hogy csúnyán beszéltem velük. Meg ilyenek. Amikor én oda mentem, az elején még nem nagyon tudtam rendesen németül, és ők igazából bármit tudtak rólam hazudni, meg csak néztem és magyaráztottam, hogy hát ez nagyon nem így van. Vagy nekem volt olyan tapasztalatom is, hogy én az apukával megbeszéltem, hogy akkor fizeti a nyelvkurzusomat, és 350 eurót fizet, megmondom őszintén, ennyit fizetett havi szinten, ami ugyebár nem egy olyan sok pénz, de nem is kevés, és mellett viszont nem kellett volna házi munkát csinálnom, mert a nagymama járt át se főzni, se takarítani, se mosni. Azt az anyuka hazaköltözött, ő megmondta, hogy de kell takarítanom is, főznöm is, mosnom is, mindent kell csinálnom, de persze ugyanezért a pénzért kellett ott maradnom hétvégére is, ugyanezért a pénzért nem fizetett semmit, amikor meg ő úgy gondolta, hogy hétköznap otthon van, akkor meg fogta és azt mondta, hogy levonja a fizetésemből, de én menjek haza, ahova gondolok. Aha, hát ez nem volt egy túl nem rendes könnyű család azért. Akkor gondolom abba hát, is, vagy emiatt is hagytad abba, nem? Hát igen, de mondjuk amikor rájöttek, hogy mivel az apuka egy képviselő volt itt a helyi pártnál, rájöttek, hogy én ismerem a másik képviselőt, aki neki volt a riválisa, na hát onnantól kezdve azért elég rendesek voltak. Nehogy ki tudódjon valami rossz róluk. A választási kampányban a babysitter nyert. Igen, vagy a mama elárulott, hogy a mama letépett, vagy lelépett, igen. Jó, hát köszi, hogy elmondtad. Most mivel foglalkozol egyébként, most mit csinálsz? Hát én most egy gyárban dolgozok, egy fegyvergyárban. Ó! Oh. Ez egy éles váltás. És azon belül mit? Fegyvergyárban mit csinálsz? Hát tesszük össze a dolgokat a Glock fegyvergyárban. Na, no. Az igen. Gyerekek és az fegyverek. Azért jó, éles. Mert különben itt van 5 percre tőlem, szóval... Na jól van, Szandi, köszi, hogy elmondtad. Jó munkát neked, köszi, ciao. Jó van, köszönöm szépen. Hello, ciao. Na, várjuk akkor még babysitterek jelentkezését, jó? Mondják el, hogy milyen furcsa dolgokkal tapasztaltak. Természetesen nem csak külföldön élő babysitterek jelentkezhetnek, Magyarországon dolgozó babysitterek is írjanak nekünk nyugodtan. Milyen furcsa, nehezen emészhető dolgokat kértek tőlük a szülők, és milyen furcsa dolgokkal találkoztak. Drága Morning Show hallgatók, babysitterekről beszélgetünk, illetve babysitterek tapasztalatairól, hogy ki mit tapasztal már babysitterként, akár magyar családnál, akár külföldi családnál, érdekes SMS-ek vannak egyébként. Arra kértük hallgatóinkat, akik vállaltak babysitterkedést, vagy ehhez hasonló munkát, hogy írják meg nekünk, hogy ott milyen volt az apuka, milyen volt az anyuka, mit kellett csinálni, mit vártak el tőlük, vagy milyen furcsa dolgokkal találkoztak. Itt van velünk Ivett, hello Ivett, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello, te még mindig Ausztriában, vagy ez már csak múlt idő és hazajöttél, vagy már nem dolgozol babysitterként? Itt dolgozom, még Ausztriában itt is élünk, de már nem vagyok babysitter. Ja, már nem vagy babysitter. Aha. Na, meddig csináltad, vagy mennyi ideig voltál ennél a családnál? Ennél a családnál 2 évet. Összesen. Hát az hosszú idő. Az jó hosszú idő, igen. Még mindig az események hatása alatt, vagy... Nem, azért most már túltettem magam rajta. Jól fizettek, úgyhogy igazából volt az a pénz, amiért megtettem nekik. Na, mesélj, hogy mi volt furcsa, vagy milyen szokásokat kellett neked ott egyetem bevezetni, vagy ki volt furcsább az anyuka, vagy az apuka, mi történt? Ez egy nagyon gazdag család volt, és igazából a gyerekeknek azt, amire igazából szükségük van, azt én adtam meg nekik, a szeretetet. Az anyuka, apuka mindent megvett nekik, amit csak lehetett, ezáltal
ugye velük úgy is viselkedtek a gyerekek, hogy nekem aztán minden szabad. Úgyhogy a kicsi, ő ilyen 2 éves körül volt, amikor oda kerültem, és hát ő aztán végképp mindent kivette a WC mellől a WC kefét, azzal elkezdett rohangálni. Ez a többi kisgyereknek nagyon tetszett, mert sokszor gyerekek, barátok is átjöttek, és ugye nevettek rajta, akkor elkezdte nyalogatni még a WC kefét. Közben rohangált vele, és nem tudtuk kivenni a kezéből, de hát gondoltam, kell egy kis immunerősítő, úgyhogy nem tudtam vele nagyon mit csinálni. Jogos, hát ettől lesz a gyerek immunrendszer erős, igen. Várjál, Ivett, ne rohanjunk, hogy közben ezt a szülők látták, vagy ilyenkor te egyedül voltál a gyerekkel, ilyenkor, és te üldözted a lakásban? Aha. Így szó szerint üldöztem, igen, egyedül. A többi és meg nem, hogy segített volt volna, hanem... Pénzt kerestek, hogy tudjanak venni ajándékot a gyereknek. És amikor ezt elmesélted a szülőknek, hogy a kicsi a WC-kefét nyalogatta, akkor ők mit szóltak hozzá? Az elején próbáltam még elmesélni ilyen dolgokat, legyintettek rajta, úgyhogy igazából ezt már szerintem el sem mondtam. Na és mi történt még? Kisgyerek gondolt egyet, kirántott 2 óriás nagy kést a konyhaszekrényből, és aztán azzal kezdte üldözni a többieket. Az már kemény, mint a WC-kefe nyalogatás. Igen. Ott nem mertem utána rohanni, megvártam, míg lenyugszik. Mondtam a többieknek, hogy most hagyjuk békén, mert minél jobban cukoljuk, annál veszélyesebb. Majd ha megunja, leteszi, és talán nem lesz sérülés. Úgyhogy hála Istennek ez így is történt. Hogyha úgy hátat fordítottunk neki, nem érdekelt minket a dolog, akkor hála Istennek tényleg. Jó, hát egy De akkor megfagyott a vér az elejétben, nem? Amikor megláttad a 2 késsel a gyereket. Nagyon. Először üböltettem egy nagyot, aztán gondoltam, hogy ez nem fog segíteni, mert ez csak hergeli a gyereket, úgyhogy kitereltem a többit a szobából, és megvártam, míg megnyugszik. Hány éves volt ez a gyerek, aki a késsel rohangált? 2. Ja, ő volt a 2 éves. Ez ugyanaz volt, aki a WC-kefét nyalogatta. Igen. De hát egy 2 éves gyerek, hát nem érhet el addig a konyha fiókig, ahol te a késeket tartod. Ez a gyerek, ez olyan volt, mint egy hegymászó. A hűtőre úgy felmászott, hogy nagyon-nagyon ügyes volt. Tehát hihetetlen. Jézus Mária. Hogy bírtad ezt ennyi ideig? Hát így még a 2 év is nagyon soknak tűnik. Ennyire jól fizettek? Igen, ennyire jól fizettek. Lakást kaptam, mellette még plusz pénzt. A lakás teljes kezével, mindennel együtt fizettek, úgyhogy én csak a pénzért. Mindig erre gondoltam, még 1 órát kibírok, még plusz egy kis pénzt. Figyelj, csak a kicsit, ne haragudj érte, de egy kicsit ellened megy a kérdés, amit most én szeretnék föltenni, hogy van egy 2 éves gyerek, akit rád bíznak, és ez a 2 éves gyerek a te felügyeleted alatt föl tud mászni a konyhaszekrényre, és ki tud venni 2 kést, akkor nem vagy egy picit hibás benne? Hogy érzed? Hát persze, jogos, csak mellette még ott van 3 másik gyerek, akire ugyanúgy figyelnem kell. A lakás meg körülbelül 150 négyzetméter, úgyhogy igen, próbáltam megtenni mindent tőlem telhetőt, de ott elég volt 1 másodperc, és a gyerek már azonnal. Aha, eltűnt, és hát nem tudsz 4 felé szakadni nyilván. Sajnos mert nem. Mert ha még csak 1 kés lett volna, te vagy 2. Igen. Igen, és a többi szülők, akiknek a gyerekei ott voltak, csak annyit kérdeztek mindig, minden rendben volt? Természetesen. Semmi külön... Na mindegy. Mit tud mondani az ember? Nem egy könnyű dolog, én ezt értem. Persze, nyilván ott vagy kiszolgáltatva, anyagilag szeretnél egy kicsit jobban járni, de közben meg 4 kis csaki ott rohangál a lakáson. Az egyik a mennyezetre megy föl, a másik a ventilátorra, a harmadik késtrán. Vagy kristálycsillára. Atya is, te most mit csinálsz, Ivett? Mivel foglalkozol? Most éppen a szezonmunkát befejeztem, úgyhogy mától itthon vagyok. Mi a szezonmunka? Az mi volt? Vendéglátás. Vendéglátás. Jól van, Ivett, köszi, hogy elmondtad. Érdekes volt, köszönjük szépen. Vigyázz magadra, jó munkát neked, ciao. Köszönöm, puszi. Hello. Azt mondja, hogy SMS-ben aranyos gyerek, aranyos szülők jól fizettek. Csalták egymást, kemény logisztika volt hazudni, mert egyik sem tudta a másikról. Én mind a kettőt tudtam, folyton hazudnom kellett, már felírtam, kinek mit kell hazudni. Amikor mentem vigyázni a kisfiúra, apuka elkopott. Itt lett vége, szép napot, Györgyusz. Azért az mi, amikor te tudod babysitterként, hogy mind a két szülő csalja egymást, ugye? Hát ugyanakkor alkalmazottként meg nem szabad belefolyni szerintem ezekbe a magánügyekbe. Nyilván nem, persze, hát nem is nagyon lehet, igen.
Azt mondja, hogy Írországban vigyáztam egy kislányra, olyan ápolatlan volt, hogy büdös volt már szegényként. Meg kellett fürdetnem. Nagyon érdekesek az írek. Egyébként többen írják, hogy vigyáztak olyan írt családoknál gyerekekre, ahol hetente egyszer fürödtek a gyerekek. És ez egy teljesen megszokott dolog, hogy ott nincs fürdés minden nap. Igen. Nekem az volt a legfurcsább, hogy az anya megkért, én menjek el helyette az anyák napi ünnepségre, és képviseljem, mint anya. Ez Angliában történt. De jó Isten! Az oké, hogy elküldöd és az óvónők előtt képviseled, de a gyereket azért nehezen tudod átvágni, igen, nem? Igen, hogy most hogy egy óráig anya, ő aki lesz nem anya. Igen, Angliában megérkezés után főztem a családnak egy jó magyaros lecsót, megették, mindenki rókázott éjszaka. Ugyanez volt a helyzet a karácsony után, ott mákos beiglit csináltam nekik, akkor is rókáztak, írta, ezt Csilla küldte nekem. De jó. Milyen jó bemutatkozás, nem? Vigyáztam 3 éves kisfiúra, aki Rammsteint hallgatott, és közben hörögve üvöltötte a szöveget fonetikusan, vagy igen, frenetikusan, mind a két szó jó, csak mind elírása, hogy se jön ki, de mindegy. Emellett imádott harapni, többször belém harapott, volt, amikor a kézfejemet harapta, majd rázta, mint egy kutya. 3 alkalom után felmondtam. Azért ott sem volt százas a kisfiú, nem? Aztán Ausztriában dolgoztam babysitterként, az anyuka néha addig cukkolta a nyugodtan játszó gyereket, amíg rosszalkodni kezdett, majd jól elverte a szemem láttára. Nem áz, nagyon apuka, beteg. Apuka messzelenül szaladgált előttem a házban. Ügyes. Ezek azért az is egy elég, igen, beteg család, nem? Pszichiátriai eset volt. Igen. Az én angol családom 2 hetente fürdette a gyerekeket, csupán azért, mert fáradtak voltak. Egyszer apuka meg is jegyezte, hogy jó lenne, ha fürödne a gyerek, mert kutyaszaga van. Ezt Melinda küldte nekünk. Babysitter vagyok Svájcban, ezt hallgassátok. Szerintem a reggeli készítés közben összekaparni a konyhakörről a részeg bevizelt anyukát, hogy a gyerek lássa, vagy hogy a gyerek ne lássa, na az nem annyira jó. Az mennyire kemény. Gyerekek, mindjárt jön a cornflakes, tartsatok ki, ne mozduljatok, maradjatok az asztalnál. Jön a meglepetés. Jön a meglepetés. Addig ne jöjjön be senki a konyhába. Jézus, úristen, milyen esemény. Az kemény. És nyilván nincs benne apuka a munkakörödbe ez, hogy összeszedd a mamát, de hát ott vannak a gyerekek, nem hagyod ott. Hát nem, hát akkor már csak összek. Hát most mit csinálsz? Átlépsz hát rajta? Hát nem, persze. Nem? Hát csinálod ott a műzlit, a vízlit, főzöd a gyerekeknek, hát azért csak összeszeded a mamát a körről. Ne ugrálj az anyádon, gyere ide! Szállj le az anyádról, részeg, mindjárt ágyba fektetjük, és utána folytatjuk a reggelit. Te jó Isten! Na, van még egy hallgatónk, aki 3-ugrás játszik, ő is érdekes dolgokat tud mondani. Jó, játszunk vele, és meghallgatjuk Timi, akivel már is 3-ugrás játszunk. 3-ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Hello Timi, jó reggelt! Hello, hello! Hello, te játszol, de közben ahogy látom van egy története, te Londonban voltál babysitter egy indiai családnál? Így van, Dávisban voltam kint náluk, sőt ott is voltak érdekes dolgok. Sajnos hát egy egészen más kultúrkör, gondolom, tehát nyilván emiatt is azért elég furák lehettek. Hát persze, mert ugye mi semmit nem tudtunk, mert a barátnőmmel voltam egy családnál, semmit nem tudtunk igazából róluk. Aztán, hát ott is alkoholista volt sajnos az anyuka, és ott nem nagyon kommunikáltak a szülők. Tehát ugye ez magában a kultúrában is hasonló a dolog. Úgyhogy, hát voltak érdekes szituk, amikor hajnali 1-kor felkelt az anyuka, hogy ugyan már ugorjál el nekem a non-stop italboltba egy üveg vodkáért, mert az előző elfogyott. Atya Isten, mama picit iszákos volt, finoman szólva. Alig. Aha. Hány gyerekre kellett vigyázni? Háromra, de nagyon neveletlenek voltak. Köpködtek, tépték a ruháinkat, üvöltöztek velünk. Tehát, hogy a lakásban leköptek? Hát konkrétan igen, szembe köpték a barátnőmet, aki ugye ott volt velem. És nem, egyszer nem tudtunk velük szót érteni, tehát abszolút félre voltak nevelve. És ha nem tetszett valami a gyereknek, akkor fogta a kezedet, beleharapott, vagy megvert? Vagy leköpött? Hát azért megverni nem tudott, de olyan volt, hogy megharaptak, igen. Olyan az előfordult, hogy a fülembe harapott a legkisebb, de... Na lehet, hogy csak szeretetből. Atya Isten. Meddig voltál ennél a családnál, Timi? Hát itt csak pár hónapig, mert utána kiraktak minket az utcára. Tehát az is érdekes volt, hogy elvittek minket egy teljesen ismeretlen környékre, mert hogy mi már nem voltunk szimpatikusak, és hát az volt az igazság, hogy szóvá tettük, hogy nem kapunk fizetést.
és elvittek egy teljesen ismeretlen környékre, ott kitettek minket, és akkor hello, szia, szevasz, menjetek, amerre tudtok. Az milyen? És ez volt a munkakapcsolat vége, hogy megautóztattak benneteket, Jézus, elvittek egy olyan londoni környékre, amit nem ismertetek, kitettek, és ott hagytak? Így van, így van. Ez ilyen Croydon környék volt, meg ugye Dávidsba voltunk, aztán hát egy kicsit azért nem egy helyen van a kettő, és akkor el kellett jutunk egy óper szállodába végül is, ami ugye elég izgalmas volt, ugye, de... Jézusom, milyen történet ez! És kivitte benneteket, a apuka azt mondta, anyuka, hogy gyertek lányok, anyuka, elmegyünk valahova bevásárolni, és egyszer csak mondod, hogy szálljatok ki a kocsiból, és ez lett a munkakapcsolat vége 3 hónap után, hogy hello? Igen, igen, hát ilyesmi volt, igen. És nem mentetek vissza a családhoz? Hát nyilván tudtátok a címet, hogy ez hogy működik. Nem, hát ugye ez úgy volt, hogy a család anyuka egyszer csak hazajött egy futásból, és akkor mondta, hogy megkérdezte a barátnőmet, aki hát nem volt a legjobb lelki pasba, mert előtte meghalt egy fontos személy az életében, és megkérdezte, hogy boldog-e. Hát ugye az válaszolta, hogy nem. És akkor mondta, hogy oké, van egy órátok, pakoljatok össze. És akkor hát felhívtuk az itthoni céget, aki által mi kimentünk, és akkor ők hát próbáltak gyorsan intézkedni, de nem voltak olyan gyorsak, mint ahogy mi eljutottunk egy idegen környékre. Aha, atya úr, nagyon kemény történetek ezek, igen. De mondjuk valószínűleg bármit mondott volna a barátnőd, akkor is ugyanezt történt. Persze. Volna. Boldog vagy? Igen, akkor... Azóta is ezt a munkát csinálod? De amúgy nem bántam meg, hogy ott voltam, csak hát kellemetlen volt a szitu, mert hát utána még azért próbálkoztam én Ausztriába is, és szlovák családnál, ott se volt éppen egyszerű, de... Azért... És most mit csinálsz? Most mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Hát most Fonyódon dolgozom egy osztrák cégnél, logisztikán vagyok. Kicsit nyugodtabb körülmények lehetnek, mint a köpködő indiai harapó gyerekek. Morning Show. Hogy nézhet ki ez az M35-ösön vaddisznokot lövöldözni? Én még nem lövöldöztem vaddisznokat, meg valószínűleg nem is fogok, hogy... De M6-oson se? Vagy csak az M35-ösen nem lövöldöztél? A speciálisan az M35-re gondoltam most, de az M6-osra, hogy most mondod, hát nem tudom, ilyenkor, az sem rémlik. Ilyenkor figyelj, az a... Megjelenek ilyen zöld ladani vákon, vagy nem tudom, és akkor ugráljál már, hogy gyorsan kerítsd már, gyorsan, tartalékszárad, de gyorsan, mert már fogyaskuló rettenetesen. Vigyázz az autósok! Én már ott meg rőzsesződő anyagot. Tehát, hogy ez hogy megy? Hát gyakorlatilag ilyenkor az a helyzet, hogyha fölmennek a jószágok, akkor ugye az egyetlen és nagyon sürgős feladat az az, hogy gyorsan leszedjék őket, de most a leszedést azt ténylegesen kell érteni, mert nem tudják kiterelni. Tehát valahol van egy luk, ahol ezek bejöttek, fogalma nincs senkinek, hogy az hol van, azt majd később derítik ki, viszont annyira veszélyes a jószág, hogy muszáj kilőni. És akkor van egy ilyen, a vadgazdaságnak van egy ilyen gyors reagálású hadtestje, akik persze, ott bent egy autópályaszekció. Teáznak, és akkor izét. Hívjátok Kobra 11-et, igen. És megy az autópályaszekció, igen. Hát mindjárt fölhívjuk a hallgatót, Anna, bepirosoztam. Milla gyorsan hőtíts fel a kávét, az megy ma akcióval. Mentek el az M35-esen. Istenem, tartalítál egy szükség lesz, gyerj! A hallgató elmondja, hogy mit látott. Ez egy érdekes kérdés, igen, hát azt látja sok ilyen az ember, hogy nincs is minden autópálya mellett kerítés. Tehát ezek az állatok be tudnak menni. Most azért tényleg egy ilyen vaddisznót 130-szal azért úgy elkapsz. Nagyon veszélyes. Maga kis, nem tudom, hát mekkora egy vaddisznó, 100 kiló, 200 kiló. Hát ilyen nagyobb kan azért az van annyi. Az csúnya, ott azért nyílik a létszág. Bizony. Csúnya károkat tud okozni. Valószínű, hogy megállnak a leállósában, és egyszerűen kilövik őket, nem? Vagy szólnak, hogy vigyázat, itt most vadászat van? Hát ez van? Az, akkor A-tól B-ig, mit tudom én, 2 kilométer között, vagy 2 kilométer között így leállítják a forgalmat, kiraknak egy ilyen úttorlaszt, vagy mit tudom én, keresztbe áll egy izé, egy másik zöld níva, vagy mit tudom én, rendőrségi autó, és akkor mondják, hogy elnézést, kanyar mögött, pif-puf, dirdur, csicsat. Bum-bum. Finish. Nem tudom, hogy ez hogy zajlik. Na, hívja az Anna? Hívja a tárcsáztál, már itt is van a hallgató. Zoli. Hello, Zoli, jó reggelt! Zoli, szia, jó reggelt! Gyors. Hello, Zoli! Na, mit szia. Láttál? Csak azon filózunk, hogy tényleg hogy lőnek autópályán vaddisznókat, hogy te ott mentél el mellett, és láttad, hogy... Nem lőttek már, hanem volt két elpusztult vaddisznó az M35-ösön Pest felé. Uh-huh. Azt honnan tudod, hogy lelőtték őket? Hát pont a sávban feküdt, tehát a sáv mellett feküdt, és a rendőrök álltak mind a két helyen. Aha. Ja úgy, akkor valószínűleg rendőrök végeztek velük is, akkor éppen söprögették össze a töltényhüvelyeket? Igen. Vagy... Töltényhüvelyeket nem söprögették össze, de ott álltak mellette.
úgyhogy nem véletlenül feküdt két dög ott a autópályán szélén kihúzva. Aha. És mit csináltak éppen volt. Rajta volt az egyiknek a lába a vaddisznót és pózolt a többiek? Igen. Biceps pózban fotózkodtak, igen, egy hatalmas sárgánnal a kezübe. Nagyon, nagyon, nagyon kemény. Na, azt hittük, hogy vadászokat láttál esetleg, hogy megállt egy ilyen fehér ladanéva, kiszállt belőle két vadász egy-egy ilyen pávatollal a kalapjába, fölvették a puskát, és nagy csizmával elmasíroztak a vaddisznók irányába. Majd kilőtték őket. Nem volt ilyen látványos, úgyhogy még nem találtunk egy ilyen műre. Azt hittük, hogy profikra bízták, hogy tényleg jönnek a kis kalapjukban, mellette ott van a borotva pamacs, és akkor izé ott van a nagy flinta, távcsöves puska a hátukon. De ezek szerint igen, akkor rendőrök voltak. A pórázán volt egy magyar vizsla. Igen, vagy valami kis kotorékebb, egy kis tacskó, vagy ilyesmi. Hát igen. De a rendőrök ez értenek? Tehát náluk nincsen az, hogy vannak ilyen rossz beidegződések, hogy állj, vagy lövök. Két figyelmeztető lövést, lábbal lőtték. Aztán izé. Zoli, te nem szereted a vaddisznókat, hogy így finoman ledögözted őket, vagy van valami személyes ellentét? Mert úgy nem sok szeretet volt a hangodban. Megdöglött, úgyhogy döglött, igen. Pörköltnek finom. Na jó, köszi, hogy elmondtad, ciao, hello. Hello, sziasztok. Szia. Mit csinálok ilyenkor egy ilyen vaddisznóval? Hát beviszik az őrspehés. A vadgazdaság, az az övék. Nem hiszem, hogy igen, vagy bevinnék az őrs, és akkor ma ünnep van. Hát volt ez a mentőszolgálat. Éhesek vagyunk, enni akarunk. Volt ez a mentőszolgálat, akik ugye izét csináltak, elkezdtek disznót vágni a mentőszolgálatnál, az megvan az a cikk, éve foglalkoztunk velük. Nagyon durva volt. Bal oldalon beállt a mentőautó, kivették a levágott disznót. A mentőszolgálaton feldolgozták a disznót, és kiderült, hogy disznóvágásokat tartottak a mentőszolgálaton. Nem emlékeztek. Na, óriási volt. Igen, szépen, de nagyon szépen ki volt. Lemosták rá slaggal. Igen, lelocsolták, ki volt takarítva. Törések, ficamok jobbra, szúrt sebekkel itt balra, de fel is dolgoztunk. Tehát ilyenkor lehetett le, hogy ezt bevigyék az őrse, és ott, ha valaki ért hozzá, akkor kizsigerelje, és megcsinálja egy jóval disznópörkölt neked. Szerintem járna nekik. Hát ők lőtték, hát ez az ő zsákmányuk. Hát óvtak és védtek. És ezt hova írják be a golyóhiányt, mert ugye nekik el kell számolni a rendőröknek, hogy gyakorlat, azt írod be ilyenkor? Nem, hát vaddisznó kilövés. Hát az éles, az nem gyakorlat. Kilövés. Vaddisznó kilövés, igen. Hogy mire lőtted el? Persze. És ilyenkor a saját kis az oldalokon található kis pisztollyal? Nem, hát külön felveszik a vaddisznóölő fegyvert a recepció, amikor kimennek az őrse, akkor ez hova mész, Józsi, vaddisznót? Ja. Ú, vidd a vaddisznóölő fegyvert. Azt hittem, hogy az antiohiai szent kézigránátot használják. Hát persze, hát saját fegyverrel odállnak, aztán lelövik. Érted? Hát hogyne, gondolom én, nem? Uh-huh. Hát mivel lőnék? Sörétes? Visznek egy sörétes puskát? Nagy golyós. Nem vagyok nagy vadász. A pisztolytáskának a kis rögzítő fülét, így aztán pedig valaki bejátsza neki az autónak a magnóján. Megjelenik a disznó és lő. Miért nem húznak autópálya mellé? Hát lehet, hogy húztak, csak a vaddisznó ügyes volt, kerítés? És átugrotta, vagy nem tudom, alatt áll. Persze, átrágta magát az acélkerítésen. Az olyan az a vaddisznó, csak úgy átmegy átásod szépen. Átásod alatta. Igen. Vagy átásod alatta, mert tudta, hogy ott igen, nem jó átmenni. A másik oldalt ott vannak a kukoricaföldek, azért ment. Ilyenkor, ha engem elüt egy vaddisznó, mert inkább így fogalmazzunk, igen? Mert 130-al, ha elütöd, akkor az ő is elüt téged. Akkor a biztosító fizet? Az vadkár. Hát az autópálya kezelőnek a kötelessége azt karbantartani, nem? Vagy leterelni onnan az eltévedt disznókat. Hát abban nem vagyok hibás, ha megyek az autópályán és elütöm, hiába van ott etetési terület, vagy bármi, nem? Hogyha figyelmeztető tábla ki volt rakva, akkor szerintem nem. Autópálya mellett van figyelmeztető tábla, hát hogy ugye szarvasúli kerék balról? Mit? Vadveszély balról? Az M7-esen van, egyébként az M7-esen van ilyen tábla. Szarvasok balról. Igen? Autópályán nem láttam még nagyon, vagy arra nem emlékszem, hogy autópályán lenne. Autópályán nincsen ilyen tábla. Az nem? M7-esen nem, de szerintem nincs végigkerítés, ez az egyetlen olyan pályánk, ami nem teljesen zárt, én legalábbis úgy emlékszem, és ott mintha lenne ilyen szarvasos cucc. De nektek például sokkal rosszabb, mert ott meg elefánt megy eléd. Na, azzal mit csinálsz? Van olyan táblánk, most csináltunk róla fotót egy héttel ezelőtt, hogy víziló tábla van, meg elefánt tábla. Nem túl szerencsés egyébként, a kis 1-1-es Volkswagen Polód azért elé beugrik egy 6000 kilós kis elefánt, az nem biztos, na, hogy ott már jó. Tényleg nem működik szolgálati fegyverrel, tehát hogy már, ott már azért masszívabb golyos fegyverre van szükség. Tartsátok ketten a csövény öcsével, ez nagyon jön be, az a járnak, de!
Miért feltételezzük még mindig, hogy így beszélnek a rendőrök? Hogy ez, mi ez a, mert a pánik... Ez a sztereotípia, hogy így beszél minden rendőr. Ez 30 éve így beszéltek, de már nem így beszél. Jó, zsítem, meg... Hallott, hogy húzd már fel a puskát, el kell lőni ezt az állatot. Hát most azért nem így beszélnek a rendőrök. Azért, mert a fiatalok, a modernek, azok, akik mondjuk így ténylegesen mondjuk egy mozognak így, akkor azok nem alkalmasak egy ilyen feladat ellátására. Ez csak az idősek mennek. Ide a tapasztalt, rutinos öreg rókák kellenek. Jó napot kívánok, az úti ellenőrzés. Ők mondták igen. Így ezt régen, hogy... megállt benned egyébként, mikor ezt így elmondták, mert tudtad, hogy itt vagy egészségügyi doboz, vagy izzókészlet, itt valami lesz. Vagy fizetned kell. Hallod? Én nem vágom, hogy mit kell csinálni. Szóljunk már Bélának. Oké, szóljunk, gyere. Na, spanom, halló, gyere. Bérem, halló. Béla bácsi, de mi van? Esetetekbe jutottam, vagy mi a jó Isten? És akkor így jönnek össze egymással a különböző generációk. És ha elkezdik kilőni a vaddisznót az autópályán, ez azt jelenti, hogy ugyanakkor, ugyanabban az időben egy üstben elkezdik melegíteni a forró vizet a rendőrkapitányságon, hogy persze, mert vaddisznó pörkölt lesz, Marika! Mert Béla bácsi mondja, hogy üstöt készíts! Mentek a gazsijék lőni, készíts az üstöt! Fát, aprics! És akkor kimegy a tizedes, meg a főtörzs, nem tudom, ezeket a rendfokozatokat, elmennek fát aprítani, alávágnak az üstnek, és elkezdenek 120 liter meleg vizet forralni, hogy húzza a Józsi a disznót, meg kell zsigerelni. És akkor kizsigeredik, és megcsinálja? Így van, és mondja Marikának elmény mellett, és akkor mondja neki, hogy aztán jó sok paprikával, jó sok magymával, Marikám, igen, egy kufferon van még az a járnak tette. Hát megnyögyöznek te, de teljes. De így mondja. Bevetlek, mint az ágyon. 100%-osan elhatárolódom. Zsírdunyhát. A rendőrök ilyen egy lealacsonyítását. Nem, ez csak Béla bácsi a legrutinosabb, aki ért a vadisznó kilövéséhez. Teljes mértékben elhatárolódom. Van egy vadászunk? Mit csinál? Ott volt, lőtt? Rálőttek. Szilveszter, hello, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! És érdekes, nem úgy beszélsz, mint a Jani. Milyen érdekes! De én Béla bácsiról beszéltem, a legrutinosabb, igen, vaddisznókilövő rendőr. Ő Szilveszter a vadász? Így van, nem mindegy egyáltalán. Józsi a főtörzs, az jön Janiból. Béla a főtörzs. Szilveszter, te mit csinálsz itt nálunk az adásban egyébként, hogy Anna berakod, de hogy egy mondatot nem írt oda, hogy te mit akarsz mondani, de nagyon örülünk neked de egyébként, örülünk. Csak ha egy mondattal több infót kapnék, akkor úgy örülnék, hogy Szilveszter vadász. Szia, Szilveszter! Mire vadászol most? Hogy szolgál a kedves egészséget? Ez most fordítva történt, mert beszéltünk néhány hónappal ezelőtt, amikor te őzeket ütöttél el éjszaka, kómásan valahonnan buliból hazafele jött. Ittas volt! Egész pontosan emlékszel rá. Kihúzzuk ennek a sztorinak a méregfogát, és egyben a holnapi megjelenését a bulvár sajtóban. 20 évvel ezelőtt történt, nem voltam ittas, és egy hajnali, igen, valahonnan jöttünk haza, és egy őz ugrott elém. Tehát az ittasan, bódult állapotban őzet ütöttél, abból körülbelül az igaz, hogy én ültem a volánnál, de köszönöm, Szilveszter. Igen? Ha bemennek az állatok az autópályára, akkor azt, mert ugye az autópályán nincs kirakva a vadveszélytábla, objektív okokból, miután kerítés van mind a két oldalon az esetek többségében. Most a vaddisznó az roppant trükkös állat, ha át akar valahol menni, az át is fog, mert az órával egyszer megemeli a kerítést és áttúrja. Viszont hát miután közlekedtek ti is autópályán, tudjátok, hogy ez marha veszélyes, ugye egy vaddisznó bőven mázsa fölött is lehet, nem a 140-nel. Igen, ezt mi is kihangsúlyoztuk. Igen, hát ez az, ezért mondom, ezért egyébként ezen vagyunk megdöbbenve leginkább, hogy mi a fenét csinálnak ezek az autópályán. Hát ott mész egy ilyen balkanyarba, nem látod be, eléd ugrik ott este, hát azért az komoly károkat tud okozni, sőt, hát komoly balesetet is. Hát igen, az komoly balesetet okoz, tehát őket mindenképp el kell onnan hárítani. Most ez hálóval befogni nem lehet nyilvánvaló. Hát sajnos itt egyetlen módszer marad az, hogy kilövik őket. És akkor rendőr lövi ki, vagy vadász lövi ki? Nem, hát rendőr a 9 millis parával, azt hiszem az van még rendszeresítve, azzal nem igen fogja ezeket lövöldözni, megsebesíti maximum, tehát sebesebben futnak utána. Nem rendes, tehát vadászok vadászpuskával kell, hogy menjenek, és ők egyelik. Oh. Na és ki a disznó ilyenkor, aki lelövi, vagy a rendőröké, akik észrevették? Hát mindenképp a vad az állam tulajdona alapból. Tehát a vadásztársaságok ugye vadgazdálkodást folytatnak, és amikor kilőnek egy állatot, akkor ők ezt leadják a vadáltövő helyeken, és a húsért ők pénzt fognak kapni. Na de várjál, ha a vad az állam tulajdona, a rendőrség meg ugye állami szerv. Tehát az övék is lehet, nem? Igen, csak a... Egy jó vad pörköltél mindent.
azért minden, csak a rendőrség az nem vadászatra jogosult szerv, az csak a vadásztársaság, erdőgazdaság, stb. Tehát a rendőrségnek nincs vadászati joga. De ha én autópályán elütöm, az enyém is lehet, nem? Nem. Hát én nem adom nektek. Hát még tönkre teszi a kocsimat, adjam is nektek, nem is ehetek belőle. Hát azért ez a pofátlanságnak a teteje. Hát ha már ott kószált, én elütöttem, ketten kipattanunk, berakjuk a csomagtartóba. Hát majd szóljatok egy kis húzakodás már után, tudod. Már az enyém, ne, hogy a tiéd élődtek. Nézd már, mit csinált az elejében. De mi, akkor megbüntetnek egyébként? Tehát ha én elütöm a vadat, és én azt elviszem, és nem szólok senkinek egy hajnali órán, és mondjuk én lebukom, akkor megbüntethetnek? Igen, mert az lopás lesz ugyanazzal nem tudok. Na jó, de hogy derül ki, hogy akkor hiányzik az esti rovancsnál? Hát a leltárba, igen, évvégén. Nem, mert nyilvánvaló, hogy nem darabra vannak az állatok, ja, megszámolva, hogy 52 van egy területen, viszont hogyha megállít a rendőr, és a... Vicceltünk csak, humorizált. Akárhogy is számolunk. Akkor bukta van. Na jó, de tönkretette a kocsimat, eléugrott, érted? Ez a szemet szemért, fogad fogért elv, nem? Hát van egy roncs kocsid, akkor te viszont legalább jót eszel. Igen, hát így is lehet gondolkodni, de szerintem az autópályán ez egy ilyen viszmajoros eset lesz, mert elvileg a kerítés az azért van, hogy ne menjen be a vad az autópályára. Ha mégis bemegy, hát nem tudom, szerintem egy ilyen 100 éves beszélgetés az autópálya kezelővel. Ez ott egy az M35-ös mellett, ez egy vadgazdaság? Ez a milyen major? Viszmajor, amit mondtál? Igen. Van a Sárvári vadkertmajor, és van az M35-ös mellett a Viszmajor. Igen, nagyon szép hely egyébként. Mindenképpen elmegyek a családdal. Olyan kedvet csináltál hozzá. És akkor ezek szerint legenda Béla bácsi, a főtörzs, aki minden vadisznónak a gyilkosa, és mindig így felhívják. Na, francba. Picit csalódottak vagyunk. Én nem ismerem Béla bácsit, de nem tartom kizártnak. Figyelj, és ha autópályán kint van a tábla, hogy vadveszély, én elütöm azt a jószágot, akkor a közútkezelő azt mondja, hogy ő felhívta a figyelmet arra, hogy vadveszély. A vadásztársaság szintén mondhatja, hogy jelezték. Tehát akkor nekem senki nem téríti meg a káromat? Szerintem autópályán nincs kint a vadveszély tábla. A Feri esküdözik, én sem emlékszem, hogy láttam volna. A Feri azt mondta, hogy látott az M7-esen valahol egy vadveszélyt. Én még ott soha. Mert azt hiszem, ott még nincs végigkerítés. Talán van egy-két hely, ahol nincs. Ha nincs kerítés, akkor elképzelhető, aha, hogy kirakják, de uh-huh, szerintem a kerítés miatt nem rakják ki. Uh-huh. Most minek van idénye egyébként? Mit lehet lőni, Szilveszter, az autópályán? Hát az autópályán majd a vaddisznót elsősorban, de hát a vaddisznónak ugye egész évben idénye van. Lehet, hogy most már jönnek az apró vadak, tehát a fácán, nyuszi vadászatok ideje kezdődik. Szegény kis nyuszik. Én tudom, hogy kártékonyak, és nem akarok ezzel jönni, csak az ember úgy sajnálja őket. Aztán én egyszer voltam egy vadászaton, ott elmondták, hogy milyen rohadt kártékony a nyúl, mennyi kárt tesz a veteményes kukorica, gyümölcsöt, barackfákat, mindent tönkre tesz. Koptatja a körmét állítólag, és ahogy koptatja a körmét, elhal a barackba, és nem tud aztán gyümölcsöt növeszteni magán. Aha, ezért lövik ezeket a kis nyulakat, mert ilyen kis rohadékok. Azt mondtam már, hogy a vaddisznó okos is többször neki szalad a kerítésnek? Ezt már elmondtam, ezt a történetet, igen, ugye? Játsszuk el, hogy nem. Nem! Egyszer mesélte nekem egy vadász, hogy a vaddisznó okos, de Szilveszter, te jobban tudod, és rájön, hogy áram van a kerítésben, de átszalad a kerítésen, és visít már, mielőtt neki szaladna a kerítésnek, amiben áram van, mert tudja, hogy meg fogja csapni az áram. És úgy szalad neki, hogy így visít, és átszalad a kerítésen visítva, mert tudja, hogy meg fogja csapni az áram, de ha kaja van, akkor átmegy a másik oldalra. És egy vadász most lehet, hogy engem szivatott, de elmondta, hogy higgyem el, hogy már a neki csapódás előtt visít a malac, mert tudja, hogy meg fogja vágni a kerítés. Ez igaz lehet, Szilveszter? Elképzelhető, mert a vaddisznó, meg ugye a házi disznó is nagyon okos állat, de én ilyet még sose tapasztaltam, tehát én nem teszteltem, hogy milyen, amikor átszalad a vadkerítésen, vagyis az áram alatt álló kerítése. Uh-huh. Nem esküdözött a vadász, hogy visít a malac. Én mondtam, hogy félj, én olyan városi vagyok, rámutatsz egy állatra, bármit mondasz, elhiszem, hogy azt, tehát, hogy nekem teljesen mindegy, ezt mesélte. Igen. De Szilveszter, nem mondod, hogy egyszer sem hajtottátok neki a vaddisznokat a kerítésnek, hogy könnyebben leszedjétek őket. Nem. Sarokba szorítva. Nem, az nem vadászias. Egy vadász hogy tud csalni egyébként, Szilveszter? Tehát, hogy éjjellátóval, vagy kamu kajával, vagy... Hát, vagy sima disznót eladja a vaddisznónak. Nem, hát az éjjellátó sajnos az kezd ilyen bevetszokással válni, de tiltva minden fórumon ennek ellenére néhányan használják. Azt tudom, hogy ezt nem lehet, igen.
egymással, nem lehet táncolni, tehát énekelni, táncolni nem lehet nekik, mert akkor arra nem jönnek. Aha. Azt nem is feltételeztük, igen. Ezt valahogy azért még mi is éreztük, bár messze áll tőlünk a vadászat. Én majdnem rákérdeztem. De az éneket és a táncot feltételeztük, igen. Szilveszter, köszi. Vigyázzatok egymásra is, mert leginkább ilyenkor jönnek majd a vadászbalesetek, ugye, hogy ott mozogott, ne szel cserket! Ilyen vagy a Józsi volt, hogy azért ilyet sokszor hallunk. Szilveszter, köszi, ciao. Hello, hello. Az a másik rejtélyem, az egyik vadász lelövi a másikat. Azt tényleg értetetlen. Arra, én erre, bekerítjük, azt kilövik egymás bal szemét, azért az is érdekes. Nézd már csizmát húzott, de rabasz. Nézd már kalapon a fején, ha nézd már oda, de rabasz ez a kis jó, de pörkölök egyet neki majd. De az nem a Józsi, de hogy a Józsi? Hagyjál már! Hülye már egész. Hogy a francba lövik le egymást? Nem? Azért az is megérne egy misét, tényleg. Hogy történik az? Hát azért, ha te mész, és látod, hogy két lábra állt valaki, nem mondod, hogy négy, már ravasz ez a róka két lábra. Aha. Azért látod, hogy ő az, vagy bokor mögött van, és oda lősz? Hát elvileg csak tiszta célpontra lehet lőni. Igen. Nem? De hát, ha most gondolod, hogy ott ül ki már 10 órája, szét van, fagy van, menne már haza, elfogyott a bugykosból minden, ami picit melegíteni, hát belevizionál már mindent. Hát meg tiszta az a célpont, tisztán látszik, hogy a Józsi. Az nem sörte, az őrbunda. Kifordítva. Fölvette. Ellopta az asszony bundáját. Nézd meg. Morning Show. Terméket tesztelünk, gyerekek, hát régen volt ez a rovat, és én örülök neki, mert szeretem, amikor vagy megerősítünk, gyönyörű, már mutatod, igen, Skype-on, vagy megerősítünk egy terméket abban, hogy jó, és vehető, vihető, vagy azt mondjuk, hogy gyerekek, kiméljétek meg a családot, a pénztárcátokat, és ezt ne vegyétek meg, mert a termék nem tartja azt, amit ígér. És azt írja ez a termék, hogy a Barkóba a kedvencem, szinte mindig én nyerek. Állítja ezt a termék magáról. Megveszed sok-sok pénzért, odaadod a gyereknek, és kitalálja állítólagosan, hogy te mire gondolsz. Egy interaktív játék. Oké, okay, igen, nem tudom, attól függ, ismételd meg egyet vissza. Ezeket mondja a játék, te beszélgetni tudsz ezzel a kis állatkával, ő pedig kitalálja, hogy te mire gondoltál. Nyilván rommá szivatjuk perceken belül, de csak most mondom, mielőtt kitaláltátok az életetekben eddig halott legrohadékabb állatot, mert már gondolom, hogy mind a ketten ezzel gondolkoztok. Nem, már megvagyunk. Sztereotíp állatokat is adjunk neki. Ez egy interaktív játék, ugye? Így van, mert macskára hajaz, bár a fülecskéje, ugye ő azt írja magáról, hogy ő egy dzsin, de egy macskára hajazó szerkezet ez, az orra megnyomásával tudod elindítani, és akkor ő felteszi a kérdéseket, neked pedig ezeket a válaszokat lehet adni, amiket te felolvastad, hogy igen, nem tudom, attól függ, illetve vissza lehet kérdezni még, hogy még egyszer kérdezze meg. Hihetetlen, hogy apu, anyu és a tesók kimentek már a divatba. Ennyi, nem kell, az persze, hát most mit uncs? Lerakod a gyereknek, aztán kérdezed. Na, ugye ez a játék, ez tényleg azt ígéri, hogy bármilyen állatra gondolsz, te ő kitalálja, kérdez tőled, hallja, hogy mit válaszolsz, és egész egyszerűen tudsz vele barkopázni. Na, a játék kérdez tőlem, és én mondom az igent és a nemet? Így van, az első így van. Tehát az első lépés az, hogy te kitalálod fejben, hogy mit szeretnél kitaláltatni vele, és ő elkezd kérdezgetni téged, neked pedig ezeket a válaszokat lehet adni, hogy igen, nem tudom, attól függ. És akkor ő szépen megy lépésről lépésre, és a végén pedig van egy tippje, hogy te mire gondoltál, jó esetben eltalálja, nem annyira jó esetben nem találja el, és a szerkesztők azért beletettek néhány vicces dolgot is, amikor, vagy hát általuk viccesnek vél dolgot, amikor ugye azt mondja ez a kis macsesz, hogy hát már tudom, ez biztosan mit én lábatlan gyík, holott te egyébként az ebiharra gondoltál, és akkor utána mondja, hogy hát csak vicceltem. Tehát ilyenek azért vannak benne. Aha. Na, kicsomagolod? És mindez magyarul működik. Történik? Igen, magyarul. Mehetünk így. Nem kínaiú. Kivegyem belőle, megnéznéd, hogy hogy néz ki. Figyelj, hát működik, hogy így is működik, akkor minek? Ja. Figyelj, miénk vagy mi? Megvettük? Kaptuk? Hát szerintem... most már tiéd, Feri. Akkor... Szóval indítod a játékot, mert akkor én elindítok valamit, jó? Jó. Tehát, hogy akkor várjál. Várok. Na, én ezért szeretem a karácsonyi ajándék kicsomagolásokat is. Másfél óráig kaptam. Még az összes drótot eltávolított. Egy drótos. Kicsomagoltam, így néz ki. Aha. Indítsam a játékot, figyelj. Várjál. Akkor ezt hallgassuk ezt meg. Figyelj. Be van adva? Emlékeztek erre? Persze! Stereo helyett kicsit mono.
benne. Van benne, Fani! Jó napot kívánok, kedves nézők! Remélem, hogy a mai játékban is sok érdekes, izgalmas feladvánnyal ismerkedtek. Jaj, de jó volt. Ez van benne valami, ugye Vágó Istvánnal. Na, azt mondja, hogy jó, te kérdezel, mi kérdezünk akkor tőle, hát és ő válaszol, ugye? Ki, mire, mit akarunk vele kitaláltatni? Könnyűt, kezdjük egy könnyűvel. Azt mi meg tudjuk beszélni, kezdjük egy könnyűvel. Ezt ő nem hallja. De nem mondjuk el, nem mondjuk el. Ja, hát jó, nem hallja, nem mondjuk el. Jó, gondoltam egy állatra, jó? Én is. Te is? Anyád a pajti. Szuper! A parkóba a kedvencem. Szinte mindig én nyerek. Gondolj egy állatra. Ha megvan, nagyképű. Mondd, hogy oké. Oké. Remek! Felteszek egy kérdést. Válaszolj rá a választ, igennel, nemmel, vagy nem tudommal. Vagy azt is mondhatod, attól függ. Oké. Ez az állat tud úszni. Nem. Nem. Érdekes. Mi ebben az érdekes? Ez szőrös? Nem. Nem. Aha. Értem. Ez az állat rendelkezik csőrrel? Nem. Nem. Fú, de agyom, már agyom verném egy kalapáccsal. Kicsi? Nem. Nem. Gondoltam. Itt gondoltam. Ha most megmondja a gyerekek, nagyobb, betérdelek. Mint egy mikrohullámú sütő. Igen. Igen. Rendben van. Ez leginkább növényeket, füvet és gyümölcsöt eszik. Várjátok, konzultálok. Aha. Megismételnéd? Azt! Igen. Oké. Ez az állat még létezik? Aha, na most az van, kedves hallgató. Rendben van. Várjál, ne dumáljál bele, mert megszakadt az internet kapcsolatunk. Tehát én nem látom a fiúkat Afrikában, de szerintem másodperceken belül ezt újra fogjuk éleszteni. És akkor újra előre elkezdjük, mert szegény, én nem tudom, hogy a fiúk mire gondoltak, egyébként végigjátszanám a játékot. Újra. Ne dumáljál bele, picit muzsikálunk, aztán már is itt vagyunk. Halló Afrika, itt Budapest! Halló! Halló! Okay. Na, adásban vagytok. Ja. Na, hol tartottunk? Úgy kezdődik a még neve, nem törted össze? Hogy T, mint Tibor? Azt kérdezi, hogy úgy kezdődik-e a neve, hogy T, mint Tibor. Az enyémnek? Aha. Mi, mint azóta játszátok? Figyelj, azt csináltam. Ez egy hosszú játék. Na, előről. Egy darabig próbáltam feltartani, vagy fenntartani az érdeklődését ennek a rohadéknak, de aztán ő ment tovább a kérdésbe, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor én játszom tovább, bár fogalmam nincs, hogy te mire gondoltál. Na, úgyhogy újra akkor előről. Előről. Jó? Csin vagyok. Jó. Egy varázslatos gondolatos. Blablabla. Jól van, oké, laposra. Jó, hallgassál már. Ha megvan. Mondd, hogy oké. 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 Jó, most ugyanaz az állat, ez kíváncsi, hogy ugyanazon a nyomon megyünk el, jó? Kérdést. Na, tegyek. Válaszolj rá igennel. Mennyire akarod megölni ezt a játékot? Vagy nem tudommal. Vagy azt is mondhatod, attól függ. Kérdezzél. Oké. Ez tud úszni. Na megint? Nem. Nem. Aha. Értem. Ennek vannak szárnyai? Nincsenek. Nincsenek. Ennek vannak szárnyai? Nem. Értettük első nem és értem. Való. Mondd újra. Nem. 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 Na. Köcsög. Ez az állat szőrös? Nem. Nem. Gondoltam. Gondoltam. Ennek vannak fogai? Jani, segíts. Hogy ne volnád? Igen. Hát most megleptél. Összezavart ez a rohadt állat. Ez leginkább növényeket, füvet és gyümölcsöt eszik. Igen. Uh-huh. Igen. Igen. Ha megmondja, betérdelek. Oké. Azt hiszem, megvan. Azért még kérdezek párat a móka kedvéért.
Anyáddal mókázzál. Nagyobb, mint egy motorbicikli. A múltkor a mikrót kérdezte. Uh-huh. Nagyobb. Igen. Ja, igen. Érdekes. Ennek az állatnak karmai vannak? Nem. Nem. Aha, értem. Ennek hosszú nyaka van? Én megölöm. Meg kivírom magam. Az a megyek, ez lesz az első dolog. A zsiráfra gondolok is, a rohadék hosszú nyaka van? Nem. Nem. Uh-huh. Ez szarvas vagy agancsos? Igen. Igen. Gondoltam. Anya. Ja. Ez az állat még létezik? Kérdezz már a bűnös. Igen. Igen. Rendben van. Ez általában barátságos? Nem. 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 Mit okézol? Mondom, nem. 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 Igazi gondolatolvasó vagyok. Vagy hát persze. Azt hiszem, a megfejtés az orrszarvú. Igazam van? Nem áll, nem hiszem. Az. Nem áll, hogy az orrszarvú. Basszus, igen. Az. Súgtál neki, Feri. Basszus, az volt. Ez az állat a szavannákon él. Jó van. Jó van, álljál már, itt fölényeskedsz már. Paraszt. Köcsög. Figyelj. Gondoltam volna a Brachiosaurusra is, de nem akartam először megtréfálni, és gondoltam, legyen egy egyszerű állat. Az orrszarvúra gondoltam. A gyerekedet lehűíti, mert csak jó, igen, nem, nemmel válaszol a gyerek, a barakba lényeg ez, de basszus, az orrszarvú. Virág, előre mondom, nem kapsz. Én nem, a, vagy nem leszek otthon szenteste. Figyelj, orrszarvú. Na még egy kör, egy utolsó, tessék. Jó, na, akkor... pedig gondolj valamire. Várjam, de az... ne valami nagyon szemétre, mert nyilván azt nem találja ki, hogy mit tudom én. Hát de pont az a lényeg, igen, hogy megszívassuk. Egy fokkal nehezebbre, jó? Na, egy fokkal nehezebbre. Jó. Na most megint elmondja persze ezt a bevezető dumát. Már meg megvan. Na. Mondd, hogy oké. Okay. Oké. Okay. Szuper. Felteszek egy kérdést. Senki nem mondja, hogy szuper. Válaszolj rá senki igennel, Modor Márton. Vagy nem tudommal. És nem lehet vagy átugrani. Is mondhatod, attól függ. De okay. Mondd rá, hogy oké. Okay. Oké. Okay. Ez négy lábú? Nem. Érdekes. Mi az érdekes ezen? Hát ez az állat két lábú? Nem. Megismételnéd? Nem! Ez az, most megfogtam a kis rohadékot! Mondd újra! Nem! Csak húzza az időt, gondolkodik aha közben. Szórakozik veled, Feri. Ez nagyon kicsi? Nem! Ne, ez az állat nagyobb, mint egy mikrohullámú sütő? Rohadt, igen! Ezzel jön. Nem beragadt neki. Gondoltam. Ez a szárazföldön is tud élni? Nem. Rendben van. Most kinyírjuk. Ez az állat pikkelyes? Nem. Most okay. Elkaptuk, te rohadék, most megvagy. Ez tud ugrani? Nem. Érdekes. Az érdekes. Érdekes, semmi nyomorult. Fingod nincs. Ne súgj. Már tudom, kussolj! Ha a varázserőm nem hagy cserben, a feladvány egy repülő csiga. Hát a á, nem. Figyelj, csak viccelek. Na itt a viccelek. Szuper a humorod. Igen. Lúzer. Vannak csápjai, ezt kérdezik. Értem. Ez az állat sokszínű? Igen. Nem hiszem, hogy megint kitalálta. Igen. Megint kitalálta. Nem találta. Csápok. Figyelj, nem. Nyugi. Most már van egy tippem. Szerintem a megfejtés a korall. Eltaláltam? Na most nem hülye, korall. Nem. Rendben van. Aha, rendben van. Aha, ezzel okay nyugtatod ja, magad. Igen. Mi, hogy rendben van? Nincs itt rendben jó semmi. Jó van, megvagy te rohadna. Igazam van. Mire gondoltál? Ismételd meg. Azt hiszem, a megfejtés a medúza. Igazam van? Nem. Nem. Ha-h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 a-
Hangzik a neve, hogy P, mint Petra. Jó, van, most végig kérdezzük az ABC-t, így érted, a Benny is megfejti, pedig csak 5 éves. Ennyi, akkor kinyírtuk. Mondjad. Mit csináltál, mire gondoltál? Ismételd meg. Ennek úgy kezdődik a neve, hogy P, mint Petra? Nem. Gondoltam. Te tudod. Aha. Ez már a hal, mert ő most polipot mondott volna. Igazi gondolatolvasó vagyok. Ha a varázserőm nem hagy cserben, a feladvány a polip. Nem. Eltaláltam? Nem. Marhára nem találtad el. Mondd meg, Feri, mi volt az? Tintahal. Hát ez már a harmadik típje volt. Most azzal jön, hogy igen, mert hogy a polipok is, a tintalak is a lábas fejek közé tartoznak. Föl kell adja a játékot, azt mondtam, hogy föl kell adja a játékot, és megkérdezte, hogy játszunk-e még egyet. Ki jó forró? Jó van, ott fut a gyáva. Ennyi. Jó van, neked annyi. Na csá-csá. Kemények vagyunk. Az összkorunk száma az 120, és tönkretettünk egy 3 éveseknek szóló játékot, nem? Tehát azért így van bennünk. Megcsináltuk. Hát ez gyerekek, az orszarút kitalálta. Ki? Megadható. Megadható. Gene. Ha egyszerűbbeket, hát ha ilyeneket ki tud találni, egyébként itt ugye azért ez tényleg jók voltak a vonalak, amiket ő nézett, a korall is jó volt, a polip is jó volt, csak egyik se volt igaz, meg a medúza se, tintahal lett volna. Figyelj, de nem, az van egyébként, hogy... Megadhatjuk. Igen, ha most azzal jött volna, és visszakérdez, hogy de miért valamilyen, tehát hogy ő is a fejlábúak közé tartozik, ami egyébként igaz, tehát a tintahalak is, meg a polipok is. Aha, akkor... ennyire már nem összetett a dolog. De jó. De nem. Mi van, ha ennyire összetett a dolog? Akkor tényleg kinyírom magam, ha ez mindent tud. Mondjuk, hát meg, igen, ha ezt is megmondtam volna. Na jó van. Jó, megadjuk, megadhatjuk, meg, nem? Meg, az elefánt is szép, most a tintahara kevés gyerek. Gondol az elefánt, tigris, zsiráf, majom, ezekre gondolnak, azt viszont kitalálta volna. Viszont a gyerek tényleg ezt kér karácsonyra, biztos vagyok benne, hogy a konyhába fogok üvölteni befel, amikor meg... Gin vagyok! Szeretnél játszani? Nem! Jani, gyere be a konyhából, ne bújj el! Cikket találtam, arról szól, hogy nem is tudom már hol, de tök mindegy, valamelyik internetes portálon, hogy milyen tévéműsorokat lenne érdemes feltámasztani, mert hogy most hány olyan tévéműsor megy, ami egykoron már ment, és most milyen nagy siker, mint a például a Játék határok nélkül, meg van említve egy-két műsor még, csak nem akarom ezeket promózni, mert benne vagyunk, és a Játék határok nélkül kapcsán összeszedtek 10 olyan tévéműsort, amit milyen jó lenne feléleszteni. Hát gyerekek, reggel óta ezeket nézem. 80-as évek. Sírok a gyönyörűségtől. Imádok, tudjátok, hogy imádom a retrót, de emellett egyszerűen nem lehet elmenni szó nélkül. Nem annyira régi. Van benne egészen új is, megemlítik a készátverést, ami nekem egy nagy kedvencem volt. De például sikerült megtalálnom, hát besírok rajta, Dévényi Tibi bácsi 3 kívánság című műsorát, és azon belül is egy olyan jelenetet, amikor David Hasselhoff Magyarországra érkezik, és a Deák téren, vagy akkor még ugye, hát nem Deák téren, hanem az Engels téren, régen így hívták ugye, csináltak vele egy interjút, Dévényi Tibi bácsi csinált egy interjút David Hasselhoff-al, és az volt a kérése a két gyereknek, hogy vezetettem át Trabantot. Szóval, hogy egész egyszerűen megdöbbentők azok a dolgok, amiket lát az ember. A kabátok, a ruhák, az autók, a zsigulis rendőr. Figyelj, egy olyan korkép így a 80-as évekből, hogy sírsz rajta a gyönyörűségtől. Arról szól, hogy megérkezik Dévényi Tibi bácsi, ott áll két gyerek, nyilván teljesen beállított az egész, tehát előre leszervezett kérdések. Egy néni tolmácsol David Hasselhoff-nak, körülbelül 3,5 méterrel magasabb, mint Dévényi Tibi bácsi. Rettenetesen menő, nézzük meg, hogy fenn van-e, hogy rettenetesen menő a David Hasselhoff bőrjackie, tök jó pólóban, V-nyakú póló bőrka, Dévényi Tibi bácsi élete sájában állott egy olyan téli kabátban, hogy besírsz a gyönyörűségtől, mellette pedig két helyes gyerek, akik nyilván azóta már felnőttek, és de jó lenne őket megtalálni egyébként. Hogy hát, ha kicsi 1 millió az egyhez az esély, hogy hát, ha hallgatnak minket, de a két gyerek közül valamelyik hallgat minket, akik ott álltak a Kempinski vagy a Meridian előtt, hát, ha tudnak esetleg csörögni, és az a lényeg, hogy megkérdezik, hogy mikor tanult meg úszni. és ez hasonló kérdések hangzanak el a gyerekektől, amit a néni fordít, David Hasselhoff pedig nagyon készségesen, nagyon rendesen válaszol. És a végén beül David Hasselhoff egy Trabantba, a bácsi magyarul elmondja neki, hogy kell vezetni, és David Hasselhoff eltűnik a Meridian oldalába. Hát,
Szóval, hogy ez nem találok. Ezeknek a műsoroknak már a főcíme is nagyon jó, az nem tudom, hogy rajta van-e az anyagon. Nem, itt interjúval indulunk, és hát azt, illetve egy Baywatch bejátszással. És hát azt tudjuk, gyönyörű, hogy ezek egy picit irányítottak voltak, mert ez valószínűleg úgy született meg ez az anyag, hogy a két gyerek írt egy levelet David Tibi bácsinak, hogy szeretnénk találkozni David Hasselhoff-val, és szeretnénk vezetni Kittet. Érted? Így kezdődött a dolog, hogy Kidet szeretnénk vezetni a szuperautót. Valószínűleg kid, így kezdődött. Kid, nem Kid. Kid. Te se voltál. Nem szerettem. Kidet. Ne, Kidet mondtam először, de aztán javítottam, mondom, Kid az mégiscsak. Elbizonytalanodtál? El, fogalmam nem volt a dologról. Ez valószínűleg így kezdődött, hogy szeretnénk vezetni az autót, és állj! Mondta Tibi bácsi, hát nem lehet gyerekek. Hát csináljuk meg úgy, hogy ez a miénk. Egy Trabantot vezessen ez a gyönyörű férfi. És akkor így alakították át a dolgot. De szerintem. De még csak nem is így indult. Úgy indult, hogy David Hasselhoff-ról tudták, hogy Magyarországon jár, és találtak két gyereket, akire azt mondta, te most azt kívánod, hogy. Odállt a két gyerek, elmondta, hogy mit kíván. Érkezett David Hasselhoff, mintha a két gyerek miatt jött volna Magyarországra. És aztán nyilván nem, tehát a Devinti bácsi elmondta, persze, hogy nem így van, tehát úristen, hát szegényként hallaná, hát azonnal szívgörcsöt kapna, ők azért ez hosszú-hosszú heteken keresztül szervezték, de hát szóval, hogy élményt. Köszönjük de a bácsi is zseniális egyébként, aki a Trabant, tehát hogy látszik rajta, hogy semmiféle megilletődöttség nincsen benne. Abszolút rutinosan, abszolút mindenféle félszegség nélkül magyaráz el David Hasselhoffnak, hogy hogy kell azt a kis Trabantot működtetni. Zseni. Á, csak egy pici bejátszás gyerekek, hogy hogy zajlott az egész. Nagyon rossz minőség, sajnos. Ánia? Mert látta a Baywatch, lányom látta a Baywatch, vagy sorozatot. Mindjárt kérdez David bácsi. Mi lenne a különleges kérésetek Daviddel? Pont ezen vitatkoztunk délőtt, az unokat. Lehet hallani? Lehet, jó. Hogy David Hasselhoff tud-e Trabantot vezetni. És nagyon helyes, két gyerek egyébként tök menő cuccban van, mert ott állnak ilyen kis baseball sapkában, meg ilyen kis műbőr kabátban. Hát Tibi bácsi zakója se semmi egyébként, egy hatalmas sállal. És David Hasselhoff beül a Trabantba. És eltűnik vele. És megy egy háztömböt valószínűleg. Megy egy háztömböt, igen, eltűnik, és közben David Tibi bácsi pedig közvetíti a nagy eltűnést kicsit. Jó, várj, egy Trabantba szállni élvezen. Alá keverve a zene utólag nyilván. Egy kis kötelező exotik. David Hasselhoff nem tud talatni a Trabanttal, mert nem tud visszajönni a gyerekekhez, ugyanis nem ismeri a Rükit, és ezért tesz egy kört, megkerüli az egész Meridian Kempinskit, mert nem tud, nem mondták el neki a Rükfercet. És kedves nézők, a Trabant, David Hasselhoff a sétáló utcában lekanyarodott a Trabantat. Igaz, hogy nem beszéltünk meg az útirányt, és most itt mindenki izgatottan várja. Eltűnt a kék Trabant és David Hasselhoff Budapesten. Ilyen még nem volt, a menedzser is izgatottan nézi, bácsi, nem, hogy valami baj történik. A rendőrök is körbe tekintenek. David Hasselhoff a kék Trabanttal. Hol Hasselhoff, hol Hasselhoff? Hát ahogy jön, ahogy jön, Tibi bácsi, nem imádom. És hihetetlen a műszerfal a tetejének a magasságában vannak a térdei az embernek. Igen, de iszonyatosan hát nem nagy. Fér bele a Trabantba, igen. És azt hiszem, hogy ez a sziréna talán nem azt jelent, hogy David Hasselhoffot elfogták. És ugye hát nyilván ezt neki ki kell beszélni, nem tudom, hogy ez élő volt, nem szerintem ez vágott műsor volt, de valamiért David bácsi kibeszéli, és közben ugye mutatják a Pesti utcát, és hát figyelj, a ladák, a Trabantok, a ladaszamarák, a buszok, szóval, hogy az egész annyira gyönyörű és annyira retro, hogy az embernek a könnye kicsordul, miközben ártatlan járókelők járkálnak, és nem értik, hogy Dévényi Tibi bácsi egy 100 zakóban két gyereke miért ordibál a Kempinski. A Kempinski előtt riadtan néznek vissza, hogy most rabolják el Dévényi Tibi bácsi. És nem értik, hogy a Langaléta fiatalember a saroknál miért vagánykodik egy kézifékes fordulóval, amit nem tud megcsinálni, csak egy picit. Igen. Mert hogy a saroknál egyébként bepróbálkozik. Bepróbálkozik, nem jön össze neki, de egy úriember, aki éppen arrafele jár, ilyen rosszalóan néz körbe, hogy nem most ez briganti, huligán. Figyel. Igen. A David Hasselhoff egyébként hatalmasat fordult a Trabival, tehát megtalálja a kéziféket. Hol volt a Trabiban a kézifék? Ott ugyanúgy ott volt? Lent. Ugyanaz volt? Aha, ugyanott. Nyilván pedálos volt, mert az a Merciben volt. Ja, a váltó volt a kormány is... mellett, és lent a kéziféket, az ugyanúgy megvolt. Az ugyanúgy ott van. Na, annak közben fölébresztette Dévényi Tibi bácsi, tényleg? Szegénykém, hát lehet, hogy aludt, nem is volt ez most megbeszélve hirtelen, csak megtaláltam ezt a cikket, aztán erről akartam beszélni. Itt van Tibi bácsi, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok, jó reggelt! Hát eltörtünk ilyen korai órán, hát ez most nem is volt leegyeztetve. Fönn vagy hát már ilyen korán? Ez az élőadás varázsa, na.
Ahogy klasszikus mondat. Igen, Gál Völgyi is mondta a Zenebutik paródiában. Figyelj, találtunk egy cikket, ahol a régi tévéműsorokat akarnak föléleszteni, és a három kívánság is közte van. Erre a Hasselhoffos beszélgetésre, ott a nyugati téren, igen, vagy nem is a nyugati igen. téren, ott a Deák téren, emlékszel? Emlékszem, ez egy óriási show volt, mert nem tudta mi az a kilincs ott a kormány mellett, meg minden, szóval nagyon ideges volt a David, akkor beszállt ebbe a Trabantba. Igen, hát akkor ment a Knight Rider, ugye nagy óriási siker volt, a tévében reggeltől estig játszották, és hát akkor született meg az ötlet gyerek, nekem marhára megnézett a kívánság, hogy hát látták, hogy milyen jó vezeti ezt a szuper autót, és hát kíváncsiak, hogy tud-e Trabantot vezetni. Hát egy ilyen turnén volt éppen David Hasselhoff a lemezét propagálta, és akkor Budapestre is eljött, és mondom, hát megpróbálom. Eljutottam a menedzserig, akkor már javába ment a három kívánság, és nekem ugye az volt a trükköm, hogy ugye akkor még VH-sre volt a fővéve egy demo, hogy elküldtem egy ilyen levéllel, egy angol levéllel, hogy megkérem, hogy ezt a kívánságot teljesíti, van a magyar gyerekeknek egy ilyen műsora, és nagyon szeretnénk a hűst. Eddig már teljesítette Maradona, John Travolta, minden. Na most ez muszáj. Tehát ez volt a beugrató, hogy már kik teljesítettek. Igen, tehát, igen, mert ők általában az volt a nehéz a három kívánsággal, hogy nem azért nem vállalták volna, mert ugye nem akarják, hanem nem tudták, hogy milyen műsor körül mi van. Tehát, hogy milyen műsorba kerülnek bele. Tehát amikor már látták, hogy ennyi világsztár teljesítette a kívánságot, akkor már könnyebben ment, és hát ő is mondta nagyon szívesen, és akkor meglátta a Trabantot, hát az óriási volt állítólag, bement a Váci utcába, és ott akkor még nem volt, már nem volt forgalom, akkor ott érezte, hogy ott nincs semmilyen autó, csak emberek vannak, és akkor elkanyarodott valahol balra, és amire visszajött. Szóval nagyon szimpatikus fickó volt, és hát örülök neki, hogy a srácoknak sikerült teljesítenem akkor ezt a kívánságot. Hát én meg ott álltam, riadtan közvetítettem, hogy úristen, hol lehet ez a David Hasselhoff. Igen, te az egészet leközvetítetted, mintha egy élő műsor lenne, én azt nagyon-nagyon szeretem. Tibi bácsi, ők egyébként ezért kértek pénzt? Tehát ők elmondták, hogy oké, eljövök, David Hasselhoff vagyok, mit tudom én, 5000 dollár. Nem, ez mint akkor ez egy nagyon nagy dolog volt, két ügy volt. Egyik a gyerekért, ugye általában, amikor eljutsz már a sztárig, akkor azt mindent teljesítenek. A másik meg ugye egy kuriózum volt, hogy a vasfüggöny mögött ugye egy magyar gyerek, tehát ez láttam rajtuk, hogy ezt örömmel tették. De hát ugyanezt tette a John Travolta és a mindenki, hogy volt olyan, aki nemet mondott? Aki győzködtetek, és valamilyen az Istennek se akart eljönni, és kicsit szemétkedett, hogy nem nekik a gyerekek. Nem volt? Elutasított a menedzsmenttel keresztül vergődni magunkat, az volt a nehéz dolog. Tehát amikor ott voltál sztárnál, nem volt semmi baj. A menedzsment néha kötözködött, de mondom, hogy ez a VHS meggyőzte őket, hogy ezt érdemes, jó pofa. Hát amikor az amerikai elnök fellépett a műsorban, az idős Bush, akkor az volt az első mondat, amikor bejött a színpadra, hogy hát elmondom az amerikai gyerekeknek, hogy nektek milyen jó kis műsorotok van. Hát ebben a percben elájultam, mondom, úristen, ezt Amerikában csinálom akkor. És olyan nem volt, Tibi bácsi, hogy csaltatok egy kicsit, tehát mit tudom, jött közelünkbe egy sztár, találtatok két gyereket, és azt mondtad, hogy öcsikém, ezt fogod kívánni. A 80%-a valós volt. 20% az se csalás volt, csak azt mondta, hogy mit tudom, akar találkozni Rózsa Györggyel. Most ez neki lehet, hogy poén volt, de a nézőknek nem poén. És akkor mondtam neki, hogy hogy akarsz találkozni? Hát azt mondja, neki mindegy. Jó, mondom, hát akkor Gyuri a második emeleten lakik, mondom, mondd azt, hogy szeretné Rózsa Györggyel találkozni, pódilóval felmenni hozzá második emeletre. Hát ekkor ugye teljesült a kívánság, szegény pónilovat ott lögdöstük, meg minden, míg fölvett a második emeletre. Csak felment aztán. De milyen reális dolgokat tudsz kitalálni azért? Mondd azt, hogy pónilóval szeretnél felmenni. Nyilván jön egy 6 éves gyerek nagyon, és azt mondja, hogy pónilóval szeretnél felmenni Rózsa Györgyhöz, igen. Ennyi kegyes csalás volt benne, azért volt egy kegyes csalás, mert ugye nekem a nézőknek mindenki azt hitte, jó tündér volt, én csak egy egyszerű tévéműsor szerkesztő voltam, akinek hétről hétre szórakoztató műsort kellett csinálni. Tehát gyakorlatilag
gyakorlatilag, ami nem a gyerek szájából jött, az annyit jelentett, hogy feltupíroztam egy kicsit a kívánságot, hogy a nézők számára is érdekes legyen. Hát teljesült az alapkívánság, hogy találkozott Rózsa Györgyel, de ez azért... Legfeljebb azt mondták, hogy ez a gyerek nem normális. Igen, pónilóval akár fölmenni. Na most egy műsort mondjuk 1 millió vagy 1,5 millióan néznek, az jónak számít. Friderikuszt akkor néztek, mint 4,5-5 millióan. Tehát, hogy felfoghatatlan számok voltak. Három kívánság milyen számokat hozott? Mennyien néztek benneteket? Erre emlékszel? Most szerintelen az 6 millió. Vasárnap délután volt, kinéztem az ablakon, egy lélek nem volt. Ja. De jó, de szeretlek. Kihaltak az utcák. Szerintelen vagyok. Így, csak nekem még fogalmam sem volt, hogy nézettség meg minden. Mondom, úristen, de jó, hogy ennyien nézik, vagy valami. Tehát ugye másnap az utcán, hát az nem lehet elmondani, hogy mindenki ezt, azt kérdezte. Gyakorlatilag ugye az volt mindig a gond, hogy a gyerekek, amit láttak, azt kérték a következő alkalommal. Tehát, mit tudom, hogy a Nápolyban a kisrác focizott Maradónával, akkor utána való héten mindenki a Maradónát kérte, tehát 50 ezer levél jött, hogy a Maradónával akar focizni, de hát természetesen ugyanazt a kérést nem tudtuk még egyszer teljesíteni, de hát ezzel indítottuk be a gyerekek fantáziáját. Mi volt a legnehezebben teljesíthető kérés, amire így azt mondod a hosszú évek távlatában is, hogy ú, apám, azzal megizzadtunk? Hát voltak, amelyek úgy konkrétan nem sikerültek. Volt egy vak kisfiú, aki azt kérte, hogy a Stevie Wonderrel akar együtt zongorázni. Hát óriási volt, itt jött a Stevie Wonder Magyarországra, a menedzsment azt mondta, oké, okay, két gyönyörű zongora be volt állítva minden ott a stadionban. Azt mondta Stevie Wonder, hogy ő teljesíti a kívánságot, de egyet kér, hogy csak a koncert után. Na, én akkor elfelejtettem, hogy a vak embereknek léletritmusuk van, és a kisfiú elaludt. És 11-kor ott jött a Stevie Wonder, és a kisfiút nem tudtuk felébreszteni. Elaludt. És képzeld, ott álltam, az a gyerek ott feküdt a padon, a Stevie Wonder ott állt a menedzserével, állati kínos pillanatok voltak, és hát ez a kívánság sajnos nem sikerült, pedig azt hiszem, hogy a kisfiú számára is egy örök emlék lett volna, hogy együtt a Stevie Wonderrel játszanak zongorán. Hát ez volt az például az, ami nagyon szomorú volt. Hát ez voltam. Helyes, igen, hát 11-kor már persze. Igen. Most közben nézem, hogy ez a kisfiú később Érdi Tamásnak hívták. Ne hülyéskedj, hát igen. Ő a világhírű zongoraművész lett. Hát ez az. Úgy játszik, jó, de jó, így még izgalmasabb a ez dolog. Ez így, igen, Érdi Tamáska lett, igen. Ez azért, aztán ezért mondjuk egy csöpp vigaszon van az ügybe, hogy ő Érdi Tamásra, igen. Közben nézem a videót, megérkezett David Hasselhoff, visszajött, megtalálta a rükfercet, és pont arról panaszkodott, hogy nem találta a hátramenetet. Igen. Á, nagyon, nagyon kis helyes dolgok ezek. Jó van, Tibi bácsi, mit csinálsz ma egyébként? Mi a dolgod, hogy már ilyen korán fönn vagy? Mész valahova? Sportolsz? Dolgozol? Nem, én már 7 órakor szoktam fölkedni, öreg nyugdíjas vagyok, érted? Ittam a kávémat. Hát gyakorlatilag napi dolgon kívül ugye péntek szombat fellépésem van, Győrbe megyek a Gólya bárra, aztán utána szombaton Zalaegerszegre. Tehát megvan a fellépésen, jövő héten a Szálkát csinálom a Bagiékkal. Nagy megtiszteltetés, de a Rádió Kabaré rendszere szereplője lettem, múltkor konferáltam is, hát régi pályán, ugye én gyakorlatilag paródista voltam, 1965-ben nyertem a Kimit tudott, és most ismét Rádió Kabarészatok, tehát nagyon boldog vagyok, mert tényleg azt csinálom, amit szeretek. De jó. Írja valaki, hogy volt egy kis srác, aki Pierre Cardennel találkozott, és kapott egy öltönyt, ez igaz, vagy valaki igen, humorizál? Igen, azt kérte, tényleg? Hogy azt szeretné, hogyha Pierre Carden csinálna neki egy öltönyt, és azzal sétálhatna a Champs-Élysées-en. És öregem vállalta az öreg, aki akkor Franciaország harmadik leggazdagabb embere volt, és eljátszotta az Uriszabot, persze előre kész volt az öltöny, eljátszotta az Uriszabot, elővett egy centimétert, lemérte a kis zakóját gombos tűvel, ugye a szabók bejelölte, és hát a gyereknek kész volt, és Champs-Élysées-en sétálhat, egy kazincbarcikai kisfiú volt, úgy emlékszem. Nem rossz. Mik azért ebbe a papa is benne volt, mert azért egy kazincbarcikai kisfiú egyrészt nem tudja, hogy hol van a Champs-Élysées-en. Igen, szóval, hogy azért ezek ilyen...
Igen, gyanús kívánságok ezek. Igen, picit legyen nagyobb, hogy nekem, hogy jó legyen majd a gyerekre, hogy belenő. Hát éves vagyok, egy Pierre Cardin öltőt szeretnék, és a Champs-Élysées-en szeretnék sétálni. Hol van a Champs-Élysées? Azt nem tudom, apám mondta, hogy sétáljak, mert az nekem nagyon jó. Mondom a méreteket, mekkora legyen az zakó. Hát a Sziszikecsnél 10 000 levél írtak, nem a gyerekek, hanem az apukák. Érted, hogy szeretnének találkozni Sziszikecssel, és hát akkor ott összehoztam, no, az is egy jó sikerült. Hát ott volt egy ilyen plusz poén, hogy Kesjár Csaba szegény, ugye ismerjük a híres autóversenyző, aki már ilyen, nem jön ki, hogy így van szegény. Igen, hogy ő is szeretne találkozni vele. Mondom neki, egy feladatod van, találkozhatsz, ha Ferihegyről behozod. Azt mondja, igen, de most csak úgy jött a Dévényi fantázia, akkor játsszuk el, hogy milyen gyorsan tudod behozni Ferihegyről. Hát azt mondja, nem tudom, hát le kéne zárni a nagyvárat teret, a izét, és akkor hát most tényleg megint szerintelem, hogy én akkor ezt el tudtam intézni, hogy lezárták az ülőjutat, mindent, hogy a Kesjár behozza. Hát körülbelül 3 perc, 40 másodperc alatt hozta be Ferihegyről. Amikor beszállt nagy, a Sziszi, dolgok. Nagy dolgok ezek. Beszállt a Sziszi Kecs, kapott ilyen bukós isak, meg mit tudom én, és a boldog volt, hát ez egy jóképű gyerek volt a Csaba, és úgy ránézett minden. De amikor kiszállt az internet, egy hullafehér csaj volt, akinek remegett a lába, hát azért tudott Ferihegyről 3 perc körül bejönni az interkontinentálig, azért nem volt egy kis élmény a csajnak. Tehát ilyen emlékek maradtak meg bennem abban 3 kívás, hát majdnem 20 évig ment a televízióban. Az kemény. Jól van. Tibi bácsi, nagyon szépen köszönjük, örülünk, hogy beszéltünk. Most hol vagytok helyszínen? Hol vagytok helyszínen? Hát a Bükkben. Dél-Afrikában is van egy részünk, 2/3, 1/3 pedig otthon, szerint. Tehát itt többféleképpen, több helyen értem. Vagyunk. Dél-Afrikában vagyunk in. Értem, azt tudom, hogy hát örülök nektek is, jó melót kívánok, és hát ha köszönjük. Még egyszer lesz 3 kívánság, akkor teljesítem a tiéteket. 3 kívánság, reméljük, a kívánságom az. Igen. Tibi bácsi, köszönjük szépen, vigyázz magadra. Jó egészséget, ciao, hello, szia. Jó reggel. Aki látta Hasselhoffot a Váci utcában egy Trabantban, szerintem még most is ott áll, és nem érti, mi történt. Írja egy hallgató. Csalás volt a 3 kívánság, az iskolánkban jöttek kiválasztani a gyerekeket, stáb megmondta, hogy mit fog kívánni, kivel fog találkozni, írja nekünk egy hallgató. Nyilván ennyire durván azért nem ment, kis csúsztatások lehettek a dologban, igen. Lökjük már meg egy kicsit ezt a Rubit. Jó, akkor legyen egy olyan kívánság, hogy egy kamionnal ideál valaki, aztán hoz egy nagyon-nagyon sok túrórudit neked, Lajoska. Jó, van, nem utálom a túrórudit, nem érdekel, Lajoska, akkor is túrórudit fog zabálni ilyen lapot. De nem szerintem befogod a pofádat, Lajoska, olyan rádverek, hogy anyárán se ismer rá, azt mondtam, túrórudit kérsz. Hát, perceket kellett. A televíziózás az egy nagy manipulálás, úgyhogy nyilván akkor is elkövettek ilyen dolgokat, de Tibi bácsi nagyon szerethető volt ebben. Na, mire, csak kiindulva ebből a cikkből, hát köszönjük a cikk szerzőjének. Egyébként még olyan műsorokat írnak, mint a Nagyő, meg ezek már nem annyira régiek, Mónika Show, Mindent vagy Semmit, Vágó Istvánnal, hogy milyen jó lenne az feléleszteni. Nyilván nem, senki nem nézi már, és nem az István miatt, hanem mert kvízműsorok ideje picit lejárt sajnos, de Mindent vagy Semmit nagyon jó volt. Bocsánat, jól értettem az elején, ezt úgy vezetted föl, hogy azok a műsorok, amelyek hiányoznak, és ebben benne van a Nagyő, meg a Mónika Show? Uh-huh. Amiket jó, csak érdemes kérdeztem. Lenne feltámasztani, Szerelem első látásra, például Kósa L. Adolfal. Emlékeztek arra, igen. Szerelem első látásra? Ugye arról szólt, hogy 3 férfi beült a paravár egyik oldalára, 3 nő, és akkor maradt a végén kieséses alapon 1 nő, 1 férfi, 20 forintból készült egy műsor, rohadt gagyi volt, de nagyon jó, és akkor fölhúzták, vagy elhúzták a paraván, meglátta egymást a két jó, szabad, randizó fér. Úristen, ezek hogy néznek? 10-ből 9-szer nem lett a dologból semmi, de 10-ből 1-szer a dolog összejött, és aztán bemutattak párokat, akik azóta is együtt élnek. Ez volt a Szerelem első látása, Kósa L. Adolfal, amikor indult a kereskedelmi televíziózás, ez akkor volt a TV2-n. Van még Frey Dossier, Mónika Show, meg Szomszédok, hát 10 ikonikus műsor, készítő is benne van. Úgyhogy hát ilyeneket soroltak. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival.